Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, idestova több mint egy esztende nincs olyan nap, amikor ne jutnának főszerephez a koronavírus terjedéséről szóló híradások. Így vagyunk, ebben élünk, és azonban tudjuk, hogy a tudás érték, ezért ma egy olyan vendéget invitáltam meg ide a stúdiónkba, aki nagyon sokat tud erről, és egy kicsit felevelenítjük, hogy mi mindent kell nekünk figyelembe venni, amikor a koronavírusról beszélünk. Vendégem tehát Germán Judit, a Szent György Egyetemi és Oktatókórház osztályvezető főorvosa, az egyes belgyógyászat, gasztroenterológiai molekuláris diagnosztikai labor főorvosa. Csókolom a kezdet. Köszönöm szépen a meghívást. Nos, hát beszámoltunk már arról, hogy egy nagyon, a munkatársaival egy nagyon komoly tudományos munkát kezdtek el. Mielőbb azonban erről beszélnénk, egy kicsit merüljünk el a koronavírus témában. A mai adatok szerint 5.411.431 embert oltottak be Magyarországon, és közülünk, ha úgy tetszik, 4.491.113 már a második adag vakcinát is megkaptuk. Tehát azt mondom, hogy viszonylag Európában jól állunk, ha ezt nézzük. Viszont régen beszéltünk arról, hogy, és egy kicsit idézzük fel, hogy honnan terjed a koronavírus? Hogy jött ez létre? Igazából embert fertőző koronavírus 7 típust tart nyilván a tudomány, ez a 7. most. Gyakorlatilag a nevüket onnan kapták, hogy a vírus buroknak a körbe egy fehérje, koronaszerű fehérje veszi körbe. Ezek mindegyike tulajdonképpen légúti megbetegedést okoz, különböző súlyosságban, és hát a neve is, ez a SARS, ez az angol rövidítése a súlyos légúti megbetegedésnek, és akkor még azt, hogy miért COVID-19-nek hívjuk, nem szoktunk rajta gondolkozni, onnan kapta a nevét maga a betegség, hogy a CO az a korona, az a vírusból angolul, és a D az a disease, a betegség, és 2019-ben, és akkor ide jutottunk, jelent ez meg. Ez tulajdonképpen eddig ez a vírus állatokban volt található, tehát ez egy zoonózis, állatok hordozták. Kínában, Wuhanban 2019, hát október-novemberben írták le az első megbetegedést, aztán a WHO utána már ezt világméretű vészhelyzetként nyilvánította, és 2020. március 11-én pedig pandémiának, tehát világjárványnak véleményezte. Félelmetes gyorsasággal terjedt ez a betegség, és hát a tünetei is különbözőek. Nem volt ellene gyógyszer, azt kell mondanom, hogy még gyógyszer még mindig nincs ellene, és hát védtelen volt a lakosság, főleg kiemelném, hogy a fertőzés módja dominálóan légúti. Tehát nem vérrel, amit jobban tudnánk védekezni, hanem ez egy légúti vírus, tehát ha beszélünk a nyál kis pici mikroszkopos cseppekkel, vagy tüsszentünk, köhögünk, terjed. Ezen kívül olyan felületet megfogunk, ami fertőzött, különböző felületeken, különböző egy pár napig életben maradnak a vírusok, és utána a nyálkahártyához, orr-szájunkhoz nyúlunk, akkor megfertőződhetünk így is. Hogyan védekezzünk? Ugye ez a kérdés, ez az alapkérdés mindig. Nyilvánvaló, hogy a nagy gyógyszergyártók, illetve orvos csoportok nekiálltak, és számtalan vakcina született. Milyen különbségek vannak a vakcinák között, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy hazánkban azt hiszem 4 különböző vakcinával oltottak, igen, vagy talán 5-tel, a modernet, igen. És ezen is óriási vita megy szakmai berkekben is, de az emberek között is, hiszen tudjuk, hogy ilyen értelemben Magyarország is a 10 millió orvos országa ilyen időszakokban. Hogy jutottunk el a vakcinákig? Mármint a szakmai szempontból? Az első védekezés, tehát a legközvetlenebb az első hónapokban, ami nyilvánvalóvá vált,
hogy a távolságtartás, ez még mindig érvényes szerintem, a maszkok, a különböző maszkok viselése, és hát a kézfertőtlenítés, tehát a fertőtlenítők azért, mert a vírusnak van egy ilyen úgynevezett lipid burka, és azt a különböző fertőtlenítőszerek oldják, és akkor a vírus már nem tud fertőzni bennünket. Tehát ez volt az első idő. Az mai napig is tudott, hogy, mint mondtam, gyógyszer nincs ellene. Tehát olyan, mint hogy én azt mondom, hogy bakteriális tüdőgyulladása van, és adok egy antibiotikumot, és meggyógyul 5 nap alatt, ilyen nem létezik még erre a fertőzésre. Ez egy óriási, hatalmas szerencse, hogy a védőoltást ellene, a vakcinát nagyon hamar ki tudták fejleszteni. Igazából nem volt ez olyan hamar, mert ezt a vakcinát már más betegség ellen már évek óta kísérletezték, de ez a messenger RNS, az mRNS védőoltás nagyon hamar megjött, és Magyarország ebbe élen jár. December közepén fogadta be a WHO ezt a védőoltást, és Magyarországon már december 30-án a kórházba is oltottunk vele, tehát az a Pfizer-BioNTech védőoltás. Majd beszélünk, vagy most beszélünk a védőoltásokról. Igen. Azt tudni kellene, és ez nagyon jó lenne, ha ezt mindenki elfogadná, vagy tudná, hogy ez egy olyan védőoltás, ami nem magát a vírust viszi be a szervezetbe, és nem a vírusnak azt a genetikai állományát, amit hogyha beoltanak bennünket, akkor az esetleg a sejtjeinkbe be tud telepedni, és hát ugye jöttek a különböző elképzelések, hogy ennek milyen szövődményei lesznek. A messenger RNS az azt jelenti, hogy az egy hírvivő, információvivő kis anyag. Tehát ez nem maga a vírus anyaga, ez arra készteti az emberi, a beoltott immunrendszerét, hogy kezdjenek kifejleszteni először ezt a vírusnak az úgynevezett tüskefehérje kis részét, és utána pedig az ez elleni ellenanyagot. Itt megmondanám annyit még, hogy ugye a védelem, az két nagy csoportja van az emberi immunrendszer védelemnek, nagyon durván fogalmazva. Van az úgynevezett humorális, amiben ellenanyagok vannak. Vérből ezt tudjuk nézni. Ez a mindennapi mérés. És vannak a sejtes immunitás, a memória sejtek, amelyek később aktiválódnak, amikor újra fertőződünk. Tehát a lényeg az, hogy bekerül ez a messenger RNS, pár napig él csak a sejteknek nem a magjába. Tehát nem tud semmiféle genetikai kódolást csinálni az emberbe, mert a sejteknek csak az úgynevezett citoplazmájába kerül be, és ott 3-4 nap alatt ez elbomlik, de minden esetre beindítja a betegnek az ellenanyag termelődését. Ezek a messenger RNS-ek. Ilyen van jelenleg 2, a Modernának és a Pfizernek. Igen. A másik 2 szinte ugyanezt teszi, de ott rögtön egy picike kis tüskefehérjét víz be, ez az Astra, és az orosz Sputnik, vakcina, igen. Sputnik. Az 5. az annyiba különbözik a kínai, hogy az a hagyományos védőoltásoknak a technológiájával készül. Ugye, amikor gyerekek voltunk, meg most is a gyerekek, a picik, és a szülők nem kérdezik meg, hogy melyik cég gyártotta, meg mi a hatásmechanizmusa, hanem viszik diperte védőoltásra, BCG-re, polió, gyerekbénulás ellenre, és 13 éves korban beoltják a fiatalokat B-hepatitis ellen, és nem is tudják a szülők, tehát senkit nem érdekelt, ez egy kicsit túlságosan nagy közvéleményben nagy, hogy mondják, ez kikerült, ez a védőoltásoknak a hatásmechanizmusa, az ismerete, de közben senki nem annyira, azért nagyon kevesen annyira okosak, hogy ezt meg is értsék, csak ilyen téves eszmék jönnek. Na, lényeg, hogy az 5., a kínai, ott pedig egy elölt, legyengített, teljes vírust visznek be. Mi amennyi ellenanyagot néztünk, a fő vizsgálatunk az a Pfizerrel történt, de mégis nézünk mást is. Mindig találtunk még a kínaival beoltott
Sinopharmmal beoltott egyénekben is vagy ilyen tüskefehérje ellenanyagot, vagy a hagyományos úgy mondjuk, hogy nukleokapszid ellenanyagot. Tehát valamennyi ellenanyag kialakul azokba is. Olyan nálunk nem rutin, hogy semmilyen ellenanyagot nem találunk. Más nagyságrendben alakul ki, de akkor összefoglalva ellenanyagokat tudunk mérni, az országban a laboratóriumok azt nézik, ez az úgynevezett humorális immunitás, de még most kezdődik el, és néhány külföldi nagyobb cikk számol be arról, hogy emellett a sejtekbe, az immunrendszerünkbe, a T meg a B limfocitás memória sejteknek az aktivitása mennyi. Tehát ha valakinek alacsony is a humorális IgG szintje, reménykedhet abba, hogy nagyon jó neki a sejtes immunitása, és amikor összefut a vírussal, akkor ezek aktiválódnak. Tehát két ága van ennek, és ez még, ez az utóbbi, ez még most ennek az időnek, meg a jövőnek a vizsgálata. Tehát megérkeztünk, miközben a vírustagadók lubickolnak ebben a történetben, azért itt Székesfehérváron is, és a világon nagyon sok helyen van egy olyan csoport, például itt az ön tudományos csoportja, akik elindultak egy olyan munkával, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hiszen a koronavírus fertőzött és beoltott kórházi dolgozók ellenanyag szintjének monitorozásával kezdték meg ezt a munkát, mégpedig a humorális oldalát vizsgáltak. Ehhez nyilván kellett engedély, és elindult a munka. Hogy kezdték? Igen. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, meg a kórház, hogy 1980 óta van egy ilyen speciális laboratóriumunk, kiváló műszerparkkal felszerelve, ahol már 30 éve mérjük a különböző vírus ellenanyagokat, tehát főleg hepatitis, de mást is tudunk mérni, vérből. És hát jött a COVID betegség, és akkor jött az ötlet, hogy vizsgáljuk meg, ugyanis nem volt, és még ma sincs Magyarországon leírt ilyen szempontok szerinti vizsgálat, hogy vajon akik átestek, és ezt tavaly júniusban kezdtük el, tehát akkor még csak átesett betegek voltak, a védőoltásnak december végén kezdett, akik átestek, egészségügyi dolgozók, kórházi dolgozók, önkéntesek, azoknak havonta nézzük az ellenanyagát, hogy vajon, és ez az első fő kérdés, hogy aki átesett rajta a betegségbe, ez az ellenanyag szintje mennyire magasan, mitől függ, hogy milyen magas lesz, és mennyi ideig tart. Erre kértünk egy etikai engedélyt, tehát van rá egy hivatalos etikai engedély, a dolgozók adatlapot, önkéntes beleegyezést aláírtak, és elkezdtük júniusba ezt. Most ez a beteg, vagy ez a dolgozói csoport, ezek kórháziak. Ez a dolgozó csoport, ez 8 hónapig volt követve, ott már a nagyobb részük már megkapta a védőoltást, tehát ők csak egy átesettek. Az lett ennek a felének, ennek a tudományos munkának első felének az eredménye, hogy 6 hónap volt az a középérték, ameddig megvolt a dolgozóknak még pozitív szinten az ellenanyaga, utána ment le már kétes vagy negatív tartományba. És amikor megkezdődött az oltás a kórházba, akkor rögtön elkezdtük január-december utolsó napjától szintén toborozni a dolgozókat, hogy nagyon szívesen néznénk az ő úgynevezett tüskefehérje elleni ellenanyagukat, amit ez a védőoltás alakít ki, tehát annak a hatására jelenik meg. És ez jelenleg most már 5 hónapja zajlik, nagyon izgalmas. Az asszisztensnőmet ki kell emelni, mert hát ez így működik, hogy hát mindenki élvezi, hogy mi lesz a következő 30 napos eredmény, és mérjük a védőoltás a Pfizer után kialakult tüskefehérje ellenanyagot. Itt az első olyan információ, aminek óriási jelentősége van, és ez nagyon jó lenne, ha ez eljutna sok emberhez. Mértük az első oltás után 21 nappal, mielőtt megkapta a második oltást az illető, és utána 7 nappal. Ez a gyógyszergyárnak a hivatalos ajánlása, hogy a második oltás után 7 nappal alakul ki a legmagasabb ellenanyagszint. Azt kell mondanom, hogy az első oltás után
egy kis nagyon alacsony ellenanyag jelenik meg, és a második oltás után ennek a 25-szöröse. Tehát az első üzenete ennek a munkának az, hogy igenis adassa be mindenki, amelyik védőoltás két oltásból áll, mert akkor aktiválódik igazán az ellenanyag szint. Aztán még más szempontok is voltak, például, hogy milyen egyéni paraméterek szerepelnek, milyen gyógyszerek abba, hogy kinek milyen magas lesz az ellenanyaga. Értsük ezt úgy, hogy egy korábbi betegség ezt meghatározza adott igen, esetben? Igen, meg inkább a jelenlegi betegség, és hogy milyen gyógyszereket szednek. Nemzetközi irodalom már leírta, hogy az inzulinos diabétesz is kicsit a rizikót növeli, hogy az illető könnyebben fertőződjön. Autoimmun megbetegedésekbe, magas vérnyomás, túlsúly, obezitás. És hát ezeket a paramétereket mind adatlapon a dolgozók leírták, és hát, ja, és hát az életkor meg a nemi megoszlás a lényeg. És azt találtuk benne, és ez egybe hangzik a nemzetközi irodalommal, hogy minél idősebb valaki, annál alacsonyabb lesz az ellenanyag megjelenés szintje. Tehát az immunrendszerünk lustább egy kicsit, tehát az életkorral csökken. A másik, hogy mennyi ideig lesz ez az ellenanyag. Tehát újra fertőződünk-e? Ez itt a kérdés? Hát, hogy az a következő kérdés. Tehát az, hogy milyen szinten marad meg ez az ellenanyag, és most 5 hónap után azt tudom mondani, hogy a csúcsra járatott ellenanyagunknak az egy negyede van már csak meg bennünk. Tehát csökken. És ennek a vizsgálata és egy fontos probléma a világban, és Magyarországon sincs erre még protokoll, hogy vajon kell-e következő emlékeztető védőoltást kapnunk? Hát egy harmadik, úgy egy harmadik, lehet, hogy kell. Lehet, hogy kell, lehet, hogy évente kell kapnunk egy védőoltást. Ez még nincs eldöntve. Vannak bizonyos betegcsoportok itt akkor, például szervtranszplantáltak. A szervtranszplantáltak olyan erős immunrendszert lenyomó, deprimáló gyógyszereket kapnak, hogy nem tud igazából kialakulni az ellenanyagszint, úgyhogy önálluk biztos, hogy rövid időn belül ki kell hozni a szakmának, hogy harmadik, újabb védőoltást kapjanak. És akkor amit kérdezett, arra válaszolnék, hogy vajon akinek van ellenanyaga, akár azért, mert átesett, akár azért, mert beoltottuk, fog-e fertőződni újra a vírussal. És hát erre azt kell mondanom, hogy igen, tudnak fertőződni. A vizsgált személyeknek a 15%-a, kiemelném, hogy rizikócsoportba tartozó dolgozók voltak, tehát COVID-osztályon dolgoztak, infektológián, endoszkópos laboratóriumban, gégészeten, tehát ahol a légvétellel fokozottan a beteggel találkoztak maszk nélkül. 15%-ában az átesetteknél azt láttuk, hogy mértük havonta az ellenanyagot, és egyszer csak puff, fölment az ellenanyag a többszörösére. Fölhívtuk őket, hogy betegek vagy? Nem, semmi bajuk nincsen, ők dolgoznak. És ez a másik nagyon nagy információ értéke ennek az egésznek, és hát ezt már mindenütt a világban is írják. Miért van értelme, hogy beoltassuk magunkat? Miért kell, hogy legyen ellenanyagunk? Azért, mert ha összefutunk a boltba, vagy a piacon, vagy bárhol egy olyan beteggel, aki COVID-betegségbe szenved, csak tünetszegényen, tünetmentesen, és közelről beszélünk vele, attól lehet, hogy újra megkapjuk a vírust, de akkor belép a memória sejtes immunitásunk, meg az ellenanyag termelésünk, és nem lesznek súlyos tüneteink. Tehát azt a súlyos betegséget, amit ez a fertőzés tud és létre tud hozni, azt kivédi a védőoltás, az ellenanyag. Tehát reagál a szervezet mindenképpen. Igen, ez egy óriási dolog. Tehát igenis, mindenki oltassa be magát, könyörgök, semmi baja nem lesz tőle, és emlékezzen vissza, hogy az ő gyerekkorában is mindenféle gyerekvédőoltást megkapott, és semmi baja nem történt. Tehát mindenki oltassa be. Igen. Viszont nagyon fontos kérdés, hogy az elmúlt időszakban felröppentek azok a hírek, hogy újabb típusú koronavírus járvány terjed jószerivel mindenütt már, tehát Kínából indult, ismételten
Mi a teendő? Brit, minden van már. Igen. Ez egy olyan vírus, ami egy egyszálú, úgy mondjuk RNS vírus. Ezek a vírusok ugyanolyan, mint a hepatitis C. Ezek a vírusok nagyon könnyen tudnak a genetikai állományába picit módosítani. Ezek nagyon okosak, ezek a vírusok, és megvariálják a szerkezetüket, és akkor az a nagy hatékonysága például a vakcinának, amire hittük, hogy lesz, az csökken. Ennek ellenére egyrészt azt mondják a gyógyszergyárak, hogy még mindig a mutánsok ellen is hatnak, csak nem 95%-ba, hanem alacsonyabb százalékba. A másik, hogy a messenger RNS vakcinának a nagy értéke, hogy rövid időn belül variálni tudja a gyógyszergyár a szerkezetét, tehát a mutánsra ráépíti, mert ugye tudjuk vizsgálni a mutánsnak és a szerkezetét, és megvariálják a védőoltásokat. A mutációt úgy lehetne megállítani, akkor tud mutálódni egy vírus nagyon, ha van lehetőség a gyors szaporodásra. Tehát olyan helyeken, ahol védettek az emberek, ott nincs területe a vírus mutációnak, meg a vírus szaporodásának. Ő neki nagy terület kell, hogy gyorsan és sok embert megfertőzön, és gyorsan tudjon szaporodni. Tehát ha a szaporodását visszafogjuk a vírusnak, és ismét visszamegyünk a védelemhez, a vakcinához, nem fog tudni úgy mutálódni a vírus. Tehát az egyik az, hogy már megint, hogy igenis vakcinát kellene kapnunk, a másik, hogy a következő időszakban a Pfizer is, a Moderna is már cikkekbe közlik, hogy fejlesztik az új, különböző mutánsok elleni variációját ezeknek a védőoltásoknak. És lehet, amikor mi oda jutunk, hogy letelik 8-10 hónap, és esetleg lemegy a negatív tartományba az ellenanyagunk, akkor majd ilyen védőoltást kell harmadiknak kapnunk, hogy kivédjük ezeket a mutánsokat is. Aki odafigyel a hírekre, az tudja, hogy nagyon sokan attól tartanak, hogy a következő időszakban, itt években mérhetően ez velünk marad. Ez lehetséges? Akkor lehetséges, ha nem lesz a... Biztos, hogy egy-két évig velünk marad. Nem jósnak invitált. Ez csak jósolás. Nyilván nem jósnak invitáltam, de mint szakember... Biztos, hogy velünk marad egy darabig. Meg kell mondani, hogy én például maszk hívő is vagyok. Ha tömegben megyek, én még fölteszem, ugye megszoktam a kórházban, egész nap rajtam van a maszk, és azt veszem észre sokszor, hogy az autóban már beállok a garázsba, és akkor veszem le a maszkot, mert már úgy megszoktam, hogy rajtam van. De azért vannak olyan csoportosulások, ahol lehet, hogy nem árt az, hogyha valaki maszkot hord. Tehát, hogy meddig marad velünk a vírus, ez volt a kérdés. Amíg nem lesz annyira átoltott és annyira védett az emberiség, hogy a vírusnak ne legyen területe, hogy ő nagyon gyorsan tudjon szaporodni és gyorsan mutálódni, addig ez a fertőzés velünk marad. Erre meggyőződésem, hogy kell majd rá egy emlékeztető oltás, de ha olyan lesz ez is, mint a, ugye az influenzával hasonlítjuk mindig össze. Vagy akár a hímlő, kolera, vagy igen, a régi járványok. El fog halkulni. El fog halkulni, biztos, nagyon reméljük, hogy most ősszel mennyire aktiválódik. Én nagyon okosnak tartom, hogy a gyerekeket oltják. Erre különböző az infektológusok véleménye. Hát én belgyógyász vagyok, csak egy molekuláris laborban dolgozom, ahol erre van egy kicsi rálátásunk, meg gyakorlatunk benne. Minél több ember védett ellene, annál jobb helyzetben lesz az emberiség. Ugye a beszélgetésünk elején ezt az 5.400.000 emberről beszéltünk. Mennyi kell ahhoz, hogy fellélegezhessünk? Mindenki más számot mond, de úgy körülbelül, igen. Tehát mert ez nyilvánvaló, hogy 5 milliónál jöttek a könnyítések, a nyitások, viszont ez még talán nem elég ahhoz, hogy igen. Igazán... Nem tudjuk, hogy igazából mennyi ember védett, mert az embereknek egy része tünetszegényen átesett a fertőzésen, és nem mindenkiről van információnk. Tehát remélem, hogy ez az 5-5,5 millió, az már 6,5 millió legalább, akik átestek csendbe, és nem kerültek kórházba,
otthon egy hétig betegek voltak, de van ellenanyaguk, tehát ez egy pozitívum. Hát ugye a nemzetközi irodalom azt mondja, hogy 80% kellene. Én se tudok más mondani, mert én is ezt olvasom. Tehát nem tudom, hogy mennyi kellene, de minden esetre a rizikócsoportokat mindenképpen nagyon védetté kellene oltani, tehát akkor harmadik oltást azoknak, akiknek nincs ellenanyaga valamilyen gyógyszer vagy betegség miatt. És hát ugye egy nagy százalékát adja a lakosságnak a gyerek és fiatal felnőttek. Hát őnekik az oltásuk szerintem nagyon jó, ha megtesszük, és Magyarországon erre van lehetőség. Nos, hát nem maradt más hátra, mint egyrészt megköszönöm önnek és munkatársainak, és minden kórházi dolgozónak szerte Magyarországon, ha úgy tetszik a munkáját. Önöknek köszönjük, hogy egy ilyen vizsgálattal, tudományos munkával is segítettek abban, hogy megértsük mi köznapi emberek, hogy mi történik velünk. És hát én azt gondolom, hogy ismételjük meg a legfontosabbat talán ebből, hogy amelyik vakcina két oltásból áll, az adja a teljes védettséget, ott igenis mindenki menjen el és adassa be a második oltást is. Azt, hogy lehet újra fertőződni, de ha valaki védett és megfelelő ellenanyaga van, akkor nem lesznek tünetei, vagy nagyon enyhe tünetei lesznek, tehát megúszza az úgymond lélegeztető gépet és az intenzív osztályt. Azt, hogy a védekezésbe azért legyünk egy kicsit óvatosak, én még azért hajlok arra, hogy azért nem kell, én nem vagyok egy ilyen ölelkezős típus most még annyira, úgyhogy arra még vigyázzunk, és minél többen vegyék fel az oltást. És itt a végén kiemelten szeretném megköszönni az asszisztenseinknek, mert nagyon sokat dolgoztak vele, de élvezettel csináljuk, tehát az adminisztrációt, a vérvételeket, a méréseket végezzük, és nagyon sokat dolgoznak vele, de nagyon-nagyon érdekes. Köszönjük a kórházi dolgozóknak, akik erre jelentkeztek, és jelenleg is 30 naponta még jönnek a vérvételre, vagy hozzák a vérüket. És hát azért mondanám még az, hogy ez külföldön megjelent már egy közleményben, egy angol nyelvű közleményben, a British Medical Journalnek van egy ilyen úgynevezett preprint formája, amikor egy ellenőrző lektori véleményen megy át, és akkor megjelentetik. A folyóiratban való megjelenés az folyamatban van, és hát ez nagyon jó, mert egy magyar közlemény, egy magyar munka, ami megjelent. Ebben statisztikusok segítettek bennünket, és hát a Simó Judit, aki orvos közgazdász, ő volt egy nagy segítségünk, aki a foglalkozásával vagy foglalkozása miatt ebbe hetente szinte külföldi közleményeket adnak be, és hát segítség volt ennek a megjelentetésébe. Nos, hát ez nyilván megerősítést jelent, de megerősítést jelentett nekünk ez a beszélgetés is. Én azt gondolom, hogy tehát ezúton is még egyszer köszönöm önnek és szépen a munkatársainak. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. És kedves nézőink, önök se feledjék, tehát mindenki oltassa be magát, aki még nem tette, és fel a fejjel, hiszen olyan szakmai orvosi segítség áll rendelkezésünkre itt Székesfehérváron, illetve Magyarországon is, hogy más út egyébként sem lehet, nem járható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.